Évek óta hagyomány, hogy Ternyák Csaba egri érsek a személyes kapcsolatok ápolása érdekében találkozóra hívja azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik oktatási intézmény. Ezúttal a Pátriárka étterem falai között gyűltek össze a közéleti vezetők. Azért tartom fontosnak ezt a találkozót, mert hiszen tudom, hogy a polgármesterek meg a plébánosok is törekednek arra minden településen, hogy egymással jó kapcsolatot építsenek ki. Hiszen ugyanazokat az embereket szolgálják. A polgármester felelős egy településnek a jólétéért, hogy a dolgokat rendbe menjenek. A lelkipásztor pedig azért, hogy az emberek lelke gondozott legyen, hogy akik igénybe veszik, akik fontosnak tartják az Istennel való kapcsolatot, akik fontosnak tartják az egyházzal való kapcsolatot, azok hát mindenképpen a plébániáknak a hatáskörébe tartoznak, és hát egy településen, ha a plébánia és az önkormányzat, a polgármester összefog, akkor azt hiszem, hogy sok mindent tudnak tenni. A találkozón bemutatkoztak az első ciklusokat kezdő településvezetők, köztük Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere, aki elmondta, személyes tapasztalata is van az egyházi nevelésről gyermeke révén, és rendkívül fontosnak tartja az együttműködést. A közösség a legfontosabb, azt gondolom, a közösség összetartó ereje, és Miskolc városában igen-igen jelentős közösség a római katolikusok közössége. Nagyon komoly református közönség Miskolcon, és görögkatolikusok is szép számmal vannak, hála Istennek, városunkban, evangélikusok is, zsidóvallásúak is. Minden olyan kezdeményezés, ami közösségeket épít, és ami valamilyen módon a lelket emeli, és az embereket szelidíti, az azt gondolom minden városnak fontos, Miskolcnak meg pláne különösképpen. Hevesen több mint egy évtized tapasztalata alapján tudják értékelni a közös munkát a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolával. Én azt gondolom, hogy az együttműködés az magáért beszélt, tehát minden egyes kulturális rendezvényen itt legyen ezek ünnepségek, városi, illetve állami ünnepségek, folyamatosan együtt dolgozik a művelési intézmény az iskolával, és azt gondolom, hogy a szülők is nagy megelégedéssel. Nyilván látjuk azt, hogy a továbbtanulási arány is milyen jó az iskolába, úgyhogy azt gondolom, hogy jól működő intézménynek mondhatjuk a Hevesit. A találkozó a köszöntők után kötetlen beszélgetéssel, szeretett vendégséggel folytatódott.